Sziasztok! 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 Úgyhogy kezdjük! Sziasztok! Ebben a videóban itt van velem Vivi. Sziasztok! És igen, Vivit már nagyon-nagyon régóta nem láttátok videóban. Tudom. Ilyen nagyon jöttetek. Igen, de tényleg amúgy nagyon sokan írtátok, hogy mi lett a Vivivel? Nem vagytok már jobban Vivivel? De jobban vagyunk. Csak az a probléma, hogy Vivi nagyon messze lakik. Írországban lakok. De most végre itt van! És most, hogy végre itt van, ezért tudunk nektek videót csinálni. És egy központi témába kezdtünk bele, ugyanis, hát, ebben a videóban a távol élő barátokról lesz szó. És hogy hogyan őrizd meg azokat a barátaidat, akik távol vannak tőled. Nagyon. Szóval ebben a videóban Vivivel el fogjuk mesélni, hogy mi hogy barátkoztunk össze, hogy történt az, hogy távol kerültünk egymáshoz, hogy tartottuk a kapcsolatot, és hogy most hogy tartjuk a kapcsolatot, illetve néhány sztori. Szóval mi úgy ismerkedtünk meg, hogy mindkettőnk szülei elváltak, és az ő anyukája és az én apukám összejöttek, és engem apukám hétvégente elvitt mindig korcsolyázni, és hozta magával Barbit is egyszer, és... Egyébként össze akartak minket barátkoztatni. Igen, és egyébként én azt hittem, hogy utálni fogom nagyon, de aztán nem. De aztán imádtál. Igen, aztán amikor mentünk oda a pólusba egyébként, akkor mutogattunk is hanem montánás körömlakomat, hogy milyen rossz, és hogy hamar lejön. Egyébként, amikor beszálltam a kocsiba, akkor én féltem, hogy nem fog kedvelni engem. És amikor beszálltam, akkor így köszönt. Szia! Komolyan? Aha, nagyon bunkó voltál. És akkor, hát mondom, jól van. Aztán már mikor majdnem ott voltunk a pólusnál, akkor kérdeztem tőle, hogy jó, ez a körömlak, honnan van? És akkor mondta, hogy nem, ez nem jó körömlak, le lehet kaparni így. És ez volt az első kommunikációnk. De aztán megkedveltük egymást nagyon, és jót koriztunk, ami egyébként nincs jó, az egy kicsit, de... Hát szóval én utáltam korizni, hogy őszinte legyek, de ezt már a Vivi is tudja, viszont mivel más hely, ahol találkozni tudtunk, nem nagyon volt, ezért mindig elmentem korizni, csak aztán a végén már kinyögtem, hogy én nem akarok korizni, és akkor valahol máshova mentünk. Ja. De egyébként hétről hétre jóba lettünk, és akkor volt olyan is, amikor már ott aludt nálunk, mert először ugye csak korcsolyázni mentünk, és még szó sem volt arról, hogy ott alszik nálunk, mert ugye gondolom nem akartál velem jóba lenni, vagy ilyesmi, mert ellenséges volt, hogy úgy mondjam. Gondolom nem tetszett neki a szitu. Hát, mindkettőnknek új volt a dolog, szóval... új volt a dolog. Az arcunk nem azért ilyen vörös, mert túlzásba vittük a pirosítót, mert ugye én azt nem szeretem, hanem nagyon melegünk van. Aztán egyébként mi nagyon jóba lettünk, és emlékszem, hogy egyszer rám írt Vivi MSN-en, hogy el fognak költözni. Szóval erre a költözésre 2012-ben került sor, méghozzá nyáron, július végén, és hát ugye Írországba költöztünk, Dublinba, és először nagyon rossz volt, de persze tovább beszélgettünk MSN-en. Igen, és aztán lett Facebook is, úgyhogy úgy volt, hogy ott beszélgettünk, de egyébként, hogyha így tényleg nagy vonalakban beszélünk, akkor mi annyira nem voltunk jóban, csak aztán egyszer egy téli szünetben én, az anyám, a Vivi apukája, és még valaki, vagy nem, csak ennyi. Hárman, igen, kiutaztunk Írországba látogatóba Viviékhez. És itt kezdődött minden. Egyébként ez tél volt, szóval ez karácsony után volt, és ott maradtak új évre. Igen. És szerintem egyébként azon a telelésen lettünk mi egyébként jóban, mert addig, hát nem tudom, annyit nem beszélgettünk Facebookon, emlékszem, előtte ráírtam, és akkor elkezdtünk róla beszélgetni, hogy mennyire várjuk, meg ilyesmi, de én úgy emlékszem, hogy akkor volt egy kicsi ilyen szünet, azon nem beszéltünk. Igen, de előtte nagyon jóban voltunk. Amikor kisebbek voltunk, akkor mindig barbiztunk együtt, meg ilyenek.
És egyébként, amikor kijött, akkor mi lent aludtunk a nappaliba, ketten. Nagyon jó volt! Barbie élvezte a legjobban. Annyira fájt a hátam attól a matractól. De egyébként tök jó voltokat mutattam neki, mint például a Forever 21. Ezt biztosan páran ismeritek, bár itt Magyarországon nincsen. És a Deli Sandwich-et. Igen. A Deli Sandwich. Aztán én hazautaztam, és... Hát nem tudom, onnan, az az utazás volt, ami így elindított mindent, és onnantól kezdtünk el minden nap beszélni. Igen. Úgy volt, hogy mindig, amikor hazértünk suliból, akkor mindig írtunk egymásnak, és aztán jött a nagy okosság, a Skype. Na, a Skype az durva. Szerintem, hogyha nektek is van egy, hát nem azt mondom, hogy külföldön, de tegyük fel messzebb élő barátotok. Egy ilyen internet barátotok. Igen. Akkor szerintem a Skype az egy nagyon jó megoldás, szóval... Igen. Nagyon jó. Tudjátok egymást látni, mert ugye van arra lehetőség, hogy kamerázatok. Ez letölthető ugye telefonatokra is akár. Szóval igen. Hasznos nagyon. Igen, és mi ilyen 5-6 órákat is skypoltunk. Volt egyébként, hogy elaludtunk mindketten Skype közben, és csak másnap reggel vettük ezt észre, és akkor már ilyen 10-akárhány órás volt a beszélgetés. Szóval akkoriban már nagyon eldurvultunk. Lényeg az, hogy ugye Vivi úgy van, hogy 2-3 hónaponta azért haza szokott utazni, ugye a foga miatt. És nyáron, meg egész végig itthon van. Igen, mind a 3 hónapot. És akkor úgy volt, hogy nyáron együtt voltunk egész végig, az túl volt. Akkor nagyon intenzíven együtt voltunk. Ez volt 2013 nyár, de akkor így együtt is laktunk. Igen, mert azon a nyáron sokszor voltam anyámnál, és a Vivi meg ugye ott lakott nyáron, mert nekik akkor nem volt itt ugye házuk, amiben tudtál volna lenni csak a nagymamád, és ezért inkább az apukájához ment, mert ugye az apukája együtt volt az én anyukámmal. Igen, most már egyébként a mamámnál szoktam lenni, de régebben mindig apumnál voltam. Azon a nyáron nagyon intenzíven együtt voltunk folyamatosan. Minden nap. És aztán hazament. Igen. De akkor nagyon durván jó volt. Szóval utána még mindig skype-oztunk, meg minden. Igen. És szerintem egyébként azt tartotta ebben a barátságban a lelket, hogy tényleg volt, amikor találkoztunk. De például, hogyha ti a barátotokkal, aki messzebb él, vagy esetleg internetbarát, nem tudtok soha, vagy esetleg kevésszer, nagyon kevésszer találkozni, akkor is arra gondoljatok, hogy lehet, hogy az életben egyszer ti össze fogtok futni, és lehet az is, hogy már nem lesztek barátok, de hogyha már nem vagytok barátok, akkor is emlékezni fogtok mindenre, amit beszéltetek, mert minden emberben megmaradnak a beszélgetések, főleg azok, amik mondjuk egy kicsit mélyebbre is mennek, nem csak arra, hogy szia Mizu, és annyira jó, én imádom ezt a szitút. Mondjuk azt nem mondanám, hogy nagyon-nagyon imádom, de azért szeretem, hogy nem megyünk egymás agyára. Igen. Mert szerintem egy barátságban az is baj lehet, hogyha már olyan sokat vagytok együtt, hogy már így egymás agyára mentek azzal is, hogy vesztek levegőt. Hát volt ilyen egyébként, ami... Egyébként onnan tudod, hogy valaki a legjobb barátod, hogy lehet, hogy tartotok egy kis szünetet, vagy nem beszéltek mondjuk egy pár napot, de utána ugyanott tudjátok folytatni a beszélgetést, ahol abba hagytátok, és ebből tudjátok, hogy valaki a legjobb barátotok. És itt most biztos, hogy sokan fogjátok azt mondani, hogy hát a legjobb barátok nem tartanak szünetet, meg ilyesmi, de szerintem ez butaság, mert hogyha valaki tényleg a legjobb barátod, de ugye tényleg mindent megosztasz. És igaz, hogy a szünet alatt hiányzik neked a barátnőd, hogy írj neki, hogy elmond, hogy mi történik, és általában amúgy ilyenkor történik a legtöbb dolog veled. Igen. De utána meg ugyanúgy folytatjátok a beszélgetést, és ugyanolyan, szóval szerintem ez a ne tartsunk szünetet, mert akkor már vége a barátságnak, meg vége a kapcsolatnak, meg mindennek, hülyeség. Ez hülyeség. Meg lesz egy csomószor persze, hogy nem értetek mondjuk egyet. De ez és minden ez barátságban van, szóval ilyen. Teljesen normális, igen. Szóval utána jött még ugye ide néhányszor, az mindig jó volt, és aztán jött a második nyár, ami 2014 nyár volt. Azt a nyarat. Az nem volt jó nyár egyébként, mert emlékszem, hogy én akkor diétáztam, és sehova nem mentem kb.
Én akkor nyáron jöttem össze a barátommal. Igen, és akkor jött össze a barátjával is. Na és igen, a barátja nagyon sokszor volt veszekedési téma, de hát azt tudom mondani, hogy mindent meg lehet beszélni, és hogyha tényleg szeretitek egymást, akkor ezen is túl tudtok menni, bármi is legyen. Nagyon sokat veszekszünk Vivivel ezen, illetve máson is. De igazából ez a féltékenység, ez a nagy témakör. Igen. Mert mondjuk ő féltékeny most így a barátomra, már itt úgy, hogy időt töltök vele, én meg féltékeny vagyok az ő barátaira, szóval... Igen, de meg ez azért rossz például, mert ugye Vivinek nincs itt korlátlan mennyiségű ideje. Tehát tegyük igen fel, hogy 3 hét vagy 2 hét. Most például 3 hét, de van, amikor kevesebb, valamikor több. Igen, és most értitek, szóval ezt is neki be kell osztania, úgyhogy utána, hogy még fogorvoshoz is megy, meg mindenhova. Igen. Szóval értitek, mi a probléma, és akkor ez volt nagyon sokszor ilyen veszekedés forrás nálunk. De hogyha esetleg a te barátodnak mondjuk nincsen párja, akkor az a legjobb, mert akkor egymásé lehetnek. Hát mi tényleg igazából a skype-olással őriztük meg nagyon a barátságunkat, de most már nem szoktunk általában skype-olni sokat. Mostanában azt szoktuk, hogy ilyen videókat küldünk egymásnak messengeren, vagy felhívjuk egymás messengeren. Igen. És így szoktunk beszélni, mert olyan unalmas írni, mondjuk, hogyha valami történik veled, és akkor ja, valami hosszú. Valami nagy dolog történik veled, és nincs kedved leírni, mert hazajössz mondjuk suli után, és akkor csak elmondod videóban, csak... Igen, igen. Úgyhogy mi általában ezt szoktuk csinálni, és szerintem ez nálatok is be fog válni, illetve én biztos vagyok benne, hogy összetudtok dobni egy találkozót bármi áron, hogyha nagyon bírjátok egymást, és oda vagytok egymásért, és lehet, hogy egyébként féltek találkozni vele, ugye nálunk ez nem volt, mert mi ismertük egymást személyesen is, de hogyha igen például először találkozol a barátnőddel, vagy barátoddal, akkor biztos felmerül benned az a félelem, vagy nem tudom, hogy biztos, hogy el lesztek-e élőben, hogy nem lesz-e kínos csönd, csak úgy, mint mondjuk egy randin, vagy nem tudom, de szerintem megtaláljátok a hangot. Igen, meg annyit beszélgettek, gondolom, akkor interneten, hogy utána meg már mindenről tudtok beszélni, amiről addig beszéltetek. Én összefoglalóban annyit tudok mondani nektek, hogy nem azt mondom, hogy mindig jó lesz ez a barátság, és nem azt mondom, hogy ez felhőtlen és nagyon jó, viszont megéri. Szóval szerintem ez 100%-os. Az is jó, hogy nem mentek egymás agyára, illetve az is, hogy amikor találkoztok, akkor viszont nagyon oda vagytok egymásért, mert hát végre láttátok egymást, és végre együtt tudtatok lenni. Akár csak, hogyha nektek az az élvezet, hogy interneteztek és zenét hallgattok, akár az, hogy elmentek túrázni. Ezt ti választjátok meg. Szóval ez lett volna minden, amit tudtunk nektek mondani. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és a következőkben találkozunk. Sziasztok!